egy hajó és egy dobozos kávé. Ezek voltak a nyár sláger témái, miután lefotózták Mészáros Lőrincet és feleségét egy luxus jachton. Sokaknál verte ki a biztosítékot a nagyzolás. Örülök, hogy helyettem is nyaralnak, a mi adónkból. Szívesen álltam a krómozott korlátból úgy fél métert. De ez csak egy sokadik hír az uborka szezonból, vagy van tétje ezeknek az ügyeknek? Meddig terjed a magyarok inger küszöbe? Ennek jártunk utána az zajszűrőben. A Rose Door nevét a nyáron megtanulta a magyar közvélemény. Ezen a jachton fotózták le a közbeszerzéseken milliárdossá vált Mészáros Lőrincet és családját. A drága nyaralás nem maradt visszhang nélkül. Gulyás Gergely miniszter azt mondta újságíróknak, kisebb hajóra és nagyobb szerénységre lenne szükség. Az egykori fideszes kampánytanácsadó Pesti László pedig lőlő jelenségről beszélt a nyáron. Politikai vagy jogi következmények azonban egyelőre nincsenek a horizonton. De mi változott az elmúlt években a NER és a korrupció viszonyában? És kik most a luxusban fürdőző szereplők? Erről kérdeztem Lakner Zoltán politológust. Én Magyarország vonatkozásában oligarchákról nem beszélnék. Az oligarcha az azért nem oligarcha, mert hogy nem egy autonóm szereplő, aki politikai befolyást vásárol a valahonnan szerzett pénzén. A vállalkozónak meg azt a személy tartom, aki saját kockázatot vállalva visz valamilyen gazdasági tevékenységet, beleteszi a pénzét, volt valamilyen ötlete, volt valamilyen innovációja, és nem úgy, mint Rogán Antalnak egy találmánya. Az, aki tudja, hogy meg fogja nyerni a következő 16 darab közbeszerzést, az nem vállalkozó, semmit nem kockáztat, különösen akkor, hogyha tudja, hogy bármit fölülárazhat. Ezek igazából, hogy mondjam, pénzkifizető helyek. Pár éve még az említett Rogán Antal helikopterezésétől és Habony Árpád táskáitól volt hangos a sajtó. A politikai tisztséget betöltők helyett mostanra inkább a pénzemberek kerülnek a hírekbe a nagyzolásukkal. Például Balási Gyula sportkocsijaival, Szíj László azóta eladósorba került jachtjával és Garancsi István magánrepülőjével. A hatalomban lévők csapata maga a lőlő jelenség. Nyilván eszük ágában sincs kimetszeni magukat. Ezek járadékvadás stratégiát követő emberek, akik tudják, hogy hol nyílnak ki a közpénzek, meg is van nekik mondva, hogy oda kell menniük, és az is megvan nekik feltelten mondva, hogy ebből hol és kinek kell továbbadni, vagy meddig van náluk ez a pénz. És a struktúrának a része nem csak az, hogy hogyan lehet a politikai hatalomból gazdasági erőt csinálni, a gazdasági erőből ismét politikai hatalmat átváltani, hanem a személyes gazdagodás is annyiból része ennek a konstrukciónak, hogy egyrészt ezzel vásárolható meg az ő lojalitásuk, másrészt hát azt gondolom, hogy talán ezen keresztül is válnak fogható emberré. Megvillanó luxus sokaknak irritáló, de mit gondolnak a korrupcióról? A Policy Solutions kutatása alapján a magyarok a negyedik legfontosabb problémának látják ma a korrupciót Magyarországon, de ez főleg az ellenzéki szavazók miatt van így. Csak a fideszesek 16%-ánál fért be a három legégetőbb probléma közé. Szóval attól még, hogy ismeretünk van a korrupcióról, valamilyen mértékű, valamilyen szintű ismeretünk, nem olyan, mint Hatházi Ákosnak, de azért mégiscsak van valamilyen tudásunk róla, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ezt tartjuk a legrosszabb korrupciós helyzetnek, és azt sem jelenti, hogy ennek alapján fogunk politikai döntést hozni. Ez egy ilyen ország, a nagy többséget nem érdekli. Máshol már elzavarták volna őket, itt annyit mondanak, nincs jobb nála. Miért kell a rossz és a még rosszabb között lavírozni? Lehet úgy értelmezni ezt a dolgot, hogy inkább a mieink lopjanak, mint a másik oldal, lehet úgy értelmezni, hogy a másik oldal is lopott, vagy lehet úgy is értelmezni, hogy a miénk az nemzeti tőkeépítés, a lopás az volt a másik oldal, meg lehet úgy is értelmezni, ami szerintem a leggyakoribb értelmezés Magyarországon, hogy hát a politika az ilyen. Lopnak, csalnak, hazudnak, és hogy a hatalomváltásnak nem az a tétje, hogy lesz-e korrupció vagy sem, tehát hogy ez egy ilyen változtathatatlan dolog. Ugye, mi mindenre telik a magyar állampolgárok adójából és az EU vissza nem térítendő juttatásaiból. Az elmúlt időszak híreire már a kormányzati nyilvánosság is reagált. Ilyet hallottunk már, amikor Pokorni Zoltán azt mondta, hogy meg kellene fékezni az urizálást. Ugye nem az a baj, hogy
hogy látszik, hogy lopnak, hanem az, hogy lopnak. És igazából ez a mondata is Gulyás Gergelynek, most a kisebbiak, inkább úgy értelmezem, hogy ne csináljanak olyanokat, ami gondot okoz a politikai támogatás megszerzésén tevékenykedő politikusoknak. Tehát a rendszer egy, de különböző funkciók vannak, azzal, hogy te ennyire feltűnően hajókáztok, azzal nekünk, akik politikusok vagyunk, csináltok bajt. És ha már baj csinálás, Pesti László egy tusványosi kiszólás után az elmúlt hetekben körbeturnézte a kormánnyal kritikus sajtót, és nagy urak zsarolási ügyeiről beszélt, nerlovagok helyett pedig orkokat emlegetett. A dokumentumfilmes néhány hónapon belül bizonyítékokat ígért. Szegény miniszterelnök úr, ha tudna erről a sok gazemberségről, biztos nem hagyná. Egyelőre biztosan elszigetelt jelenségnek mondanám. Próbálok rá adni magyarázat verziókat, de hangsúlyozom, hogy persze nem tudom, hogy mi jár Pesti Lászlónak a fejében. Indulatból vagy téves helyzetfelmérésből kimondott valamit ott tusványoson, amit nem kellett volna kimondania, és igazából ez az egész nyilatkozat sorozat és a valamikor későbbre beígért dokumentumoknak az előrevetítése az inkább annak a stratégiának a része, hogy hogyan lehetne ezt az ügyet leültetni, tehát valahogy lehet csengetni, de lehet, hogy ő is azok közé tartozik, akiknek a lábára léptek, és a nyilvánosságon keresztül próbál ezért elégtételt venni. Vagy eleve általa van megüzembe a klienseknek, hogy azért ismerjék már a határaikat, ne csináljanak olyan dolgokat, amiket politikailag nehéz kimagyarázni. Én ezeket sokkal valószínűbbnek látom, mint azt, hogy Pesti László egyik nap fölébredt és ráébredt, hogy hogyan működik a NER. Ezek után van még tétje a korrupciós ügyeknek? 2002-ben is voltak bizonyítékok, csak már akkor is Polt Péter volt a legfőbb ügyész. Ha ő kijelenti, hogy nem történt bűncselekmény, akkor az nyilván úgy van. Vannak olyan ügyek, ahol a Voldemort ügy, tehát Mennyi Roland ügye, vagy a Völner Sadl ügy, amiből udvariasan kiszoktuk hagyni Rogán Antalnak a nevét, pedig hát szóval azért a tónira vannak megfejtések, de ezek sokkal inkább tűnnek kivételnek a főszabályhoz képest, és sokkal inkább tűnik úgy, hogy valaki elkezdett engedély nélkül saját zsebre dolgozni, és ezért példát statuálnak vele szemben, tehát nem arról van szó, hogy kitört a jogállam. Az ellenzék Szabin van egy ideje, a többieket meg nem érdekli. Előállhatóan olyan politikai szituáció, amikor feldereng valamilyen politikai ajánlat, feldereng valamilyen politikai alternatíva, szóval Magyarországon a politikai versengés állt le lényegében. Ha lenne ilyen fejfej melletti küzdelem, akkor szerintem nagyon sokat számítana az, hogy jön mondjuk egy új erő, amelyik még nem volt hatalmon, és ezért vagy akár becsületességből nem lopott el egyetlen forintot sem, és ezzel szemben van egy másik hatalom, amivel amúgy is elégedetlenek különböző okokból az emberek, és még ráadásul korruptak is. Tehát akkor szerintem elkezdene számítani, hogy arany WC kefe van-e Mészáros Lőrinc házában. A luxus és az urizálás tehát hiába sláger téma a nyilvánosságban. A korrupció így sem meghatározó a politikai döntéshozatalban. Ebben komoly szerepe van annak, hogy nincs valós politikai verseny az ellenzék gyengesége és a Fidesz ereje miatt. Ha ez változna, a korrupciós ügyeknek is nagyobb tétje lenne. Téged hogyan befolyásolnak a jachtos sztorik a politikai döntéshozatalban? Írd meg nekünk kommentben! Ha pedig tetszett a videó, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és kövess minket Facebookon!